kívánok! Reggelt! 8 óra elmúlt. Ezúttal a Tereskei horgásztóra jöttünk ki, és hát ahogy így körülnézünk a parton, mások is így gondolták, hogy kijönnek. Nagyon szép idő van, nagyon szép környezetben vagyunk, és reméljük sikerül egy jót horgásztunk. Tartsatok velünk most is! A mai pecám a kasztizum bottyaimmal fogok horgászni, mert itt nem kell nagyot dobni. Láthatjátok, körülbelül egy olyan, múltkor megmértük, egyszer már voltunk itt, 90 méterre van a túlpart, 90 valamennyi, Google Maps-en mértük meg, de hát ugye szembe is ülnek, úgyhogy max. Egy ilyen 50 métert lehet dobni, úgyhogy egyiket olyan 40-re fogom betenni, a másikat meg ide a part közelébe. Az eredeti tervem egyébként az volt, hogy átdobok a túlpartig, hiszen a halak biztos szeretik a part közeli vizeket már az ilyen felmelegedő időszakban, de hát most olyan sokan vannak, hogy nem tudok átdobni a túlpartig, ahol nyugi lenne, úgyhogy így magam előtt fogok pecelni. Szépen görbül a bot. Hát persze, mert ez egy Taiwan bot. Tudom, azt mondja, hogy én leszek a merítő ember. Sétálj hátra. Tereskei horgásztón megérkeztünk. Mit fogtál, Vinike? Egy pontyot. Milyen ponty? Több ponty. Nagyon jó, nagyon jó. Mekkora lesz? Satszold meg a súlyát. 5. 5 kiló? Jó. Ez az Vinkó. Nekem már kihúzni se kell a halat, van emberem rá. Ez az Vinkó. Ez innen azért jó, mert innen csak így átveszem ide, és készen vagyunk. Úgy fogod? Na, tessék. Ez most ez bélszampanál. Mi ez? Lemonorancsra jött. Lemonorancs, igen. Igen, azt mondja, igen. Te nem mondod be akkor rá? Nem, mert már te mondtad. Jó. Akkor vissza is engedjük, ugye, Vinike? Igen. Akkor szépen helyezd vissza, itt tedd le. És óvatosan, úgy, nagyon szép. És akkor visszaengedem neked, jó? Jó. Ez a következő pontyocska, ugyanarra a csalére érkezett eddig nekem mind a három hal, amit Vinike húzott ki, ez az első, amit átadott nekem, mert ő már eleget fogott, úgy döntött. Hát szerintem ez sincs 5 kiló, úgyhogy nem mérjük meg, hanem itt szép finoman visszaengedjük. Éreztem én, hogy megéri szórni egy kis kukoricát és pelletet és bojlit, itt van a földön előttünk. Azt szórtam ide a bokor elé, egy olyan hát 6-8 méter, nem elég a lábam, nem egészen a lábam alá, és még reggel. Úgy ennyi, már 3-4 órája rátettem egy PVA bag-et. A PVA bag-ben ananászos pellet, pix és a kis SBS ananász pop-up volt, és hát elcsavart a kőkeményen. Ez a kis dolga botom, ezzel imádok halat fárasztani. Minden bottal imádok, de ezzel leginkább. Rajta is van. Vinike, mégis neked kell meríteni. Vagy te akarod kihúzni ezt? Gondoltam, Vinike, hogy inkább fárasztok. Figyelj oda meg, jó? Gyere felénk.
ez már a miénk. Yes, getting! Jó. Oda is még lehet. Jó. 15.01. De még levonjuk belőle a mérlegelő. A halam nem igazán bír magával. Megpróbálom nektek megmutatni, de nagyon rángatózik. Na itt van. Part közelből jött. 12 kg felett van biztos. És hát így ugrá. SBS ananászos pupapírs, és a kis ananászos PV a bagmix. Innen 6-8 méterről. Reggel óta ide letetkedtem, csúzdíztam rá. Csemege kukoricát, pelleteket és egy marék C3-as bojlit is beletettem, illetve C1-es folyadékkal, azzal a tigris magyarú vaj karamella spot juice-zal megízesítettem. Ment be az anyag, és ide jött, hála Istennek. Mindig kell húzza a következő. Ez nem lesz 10 pluszos, de szép. Az megy, ez jön. Hát még én tesómnak segítkeztem, addig Vinike fárasztotta ki ezt a gyönyörű tükörpontyot, de nem akar videóban szerepelni, mert túl szerepeltettük a fiút. Most ezt én mutatom meg nektek, de azért egy fotót fog vele lőni, hiszen mégiscsak ő fogta ki. A szokásos csalikra érkezett, Federmania Medmix, és azt hiszem ez is gumikukoricára érkezett, az új kétszínű gumikukoricára. Na hát ez egy PV-beges szerelék volt, és ezt csak gyorsan lehurkolom róla. Láthatjátok a kis ananászos pop-up. Ezt ide félre rakom, a napsütésben jól megszárad, és nekem már van előkészítve egy másik PVA-begem. Ezt egyszerűen csak ráhurkolom. Ezt a felszerelést már többször mutattam, egy körülbelül 10-12 centis túlok van a végén. Csak így belehurkolom a előre megkötött PVA-beget, ami egy fűzhető líder zsinórum van. Kiszurkálom, hogy a levegő kimenjen belőle. Ebbe egyébként most epres pellet mix van, PVA bag mix, de ugyanúgy a C1-es folyadékot, a kis édes folyadékot töltöm rá, és már csak ez azért is jó, mert ebben a csali is C1-es, a C1-es wafter, és bedobom ide. Ez egy kicsit túlment, de még vissza tudom húzni, és ott leengedem. Itt van a csali, amivel megpróbáltam ide csalogatni a halakat. Ebben van Hollywood pellet, ilyen frankfurti kolbászos, betainos SBS pellet. A Hollywood az 8, illetve 14 mm-es. A betainos pellet az 6 mm-es, illetve hát két marék. Láthatjátok, van benne egy-két szem boily. Ez a C3-as ízesítésű 15 mm-es boily. Simán ide jövök, és ide, ahova bedobtam a szereléket, oda beszúrom. És ezzel még nincs vége. Még van nálam itt vízben áztatva csemege kukorica. Abból is lövök rá egy keveset. És várjuk a halakat. Tesóm, a jobb oldalidon kapás van. Most dobtam be. Mintha az enyémet is húzná. Szerintem az enyém is rajta van egy kárász, úgyhogy megnézem. Igen. Gyere, Vinike! Hú, én akartam hívni Vinikét. Hogy érzed, Vinike, jó hal? Igen. Biztos, hogy pont, ugye? Szerintem igen. Jó hajlik. Hozzá már itt ütünk. Igen. Érezted, mert bejött a... Ja igen, itt van a csomó, akkor hozom. Hú, de szép halacska. Nem tudja, hogy merre menjen. Jó az, hogyha ide jön a merítőbe. Ez az, engedd le a spincet. Jó, ügyes. Vinike, te egy zseni vagy. Ez az. Megpróbálom. Jó. Várjál, át kell fordulni. Ez így jó, át is fordult, tökéletes. Így, ilyenkor így nyúlják alatta. Megszelídítem neked, jó? Hogyan? Hát így, megfogom. Igen. Ja. Oda tedd be az ujjad, ahogy apa tanította. Oda, így. Ezt ide, így. És akkor megemelheted.
Hát nem engedd el tőle. Olyan nagy a hal, hogy elránt. Hát mondjuk ez nem kicsi. Na mehet. Ez egy nagyon szép tőponcs. És én fárasztottam ki a Viki botjáról. Nagyon jó. Hány kiló lehet Vinike? Szerintem is 3, ahogy a Viki is sejti. Jó. Visszaengedjük? Ja, várjál, ha már itt tartod. Elfelejtettem befújni a száját. Jó. Szépen helyezd le, és akkor visszaengedjük. Ügyes, nagyon ügyes. De még mérjük meg. Jó. 5,5 kg a mérlegelővel együtt. Egyébként azt nem mondtam, most egy ilyen, azt hiszem, milyen pop-upot? Én SBS pop-upot raktam, csak nem tudom mi a neve, mert ilyen kis 8 millis. Premium mini pop-up. Ezt a szó összetételt kerestem. C2-es íz, az ilyen squid-es. Ez most tetszett ennek a halnak. És a tesóm által bekevert. Ez milyen íz lehet? Hát... BCN. BCN-t éreztem én is. Tehát ez a halas rákos vonal, mind a csaliba, mind a az etetőanyagba most sikeresnek bizonyult. És 42 méterre kimértem a távolságot. Itt azért vigyázni kell, körülbelül 50 méteren van a tó közepe. Az alatt szerintem. Itt azért vigyázni kell a lendítésekkel, jó, hogyha ki van akasztva a klipsz, főleg így, hogy gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy közel telt ház van a tavon. Egy jó tanács! A cuccaitokat ne a hangyabolyk elős közepére rakjátok, hogy mindenemben mázik a hangy. És a tereskei tagon ételt is lehet. A gyerekek eszik a húst, mi pedig a finom marha pörít. És, tesó, mit eszel? Babgulyás. Babgulyás, nagyon jó. Alak önnek, kaja van, mi kell még? Vinike megfáradt a halfogásban. Nem csodálom, annyi halat húzott. Nagy volt a csend, csalit cseréltem. Most egy kis C1-es ízesítésű prémium pop-upot tettem fel, az is ilyen kis 8 millis. Megtetszett neki. Kis metódponty. Ez Vinikének való ilyen kis közepes pont. Csak hát ő most az ebédeléssel van elfoglalva, úgyhogy nekem kellett megoldani egyedül. Mivel kikipszelve horgászom, és be van jelölve a zsinór, ilyenkor azt csinálom, üresen bedobom a botot, amíg le nem megy a jelölés. Ott megállítom, kiakasztom, gyorsan kitekerem, és akkor már be is tudom dobni a megfelelő helyre. Úgyhogy ilyenkor mindenféle csali és etetőanyag nélkül. Lefogom itt a jelölés. Visszahúzom eddig. És akkor itt klipszelem ki. Még egy kicsit ennyi. Mindenki apának a nagy botjával dob. Tudod, nyújtott kéz. Messzebbre dobott, mint én. Szép volt, Vinko! Hát te meg megint mit csinálsz, Vinike? Fárasztok. Mi? Hát engem már eléggé fárasztasz. És azzal a bottal? A halat. Halat fárasztasz? Ez egy nagyon szép tőponty, és Fédermániára jött apa botjával. Hú, de szép! Visszaengedjük? És szerintem igen? 1 kiló körül van. Hát azért az kicsivel több. Ez 3-nál is több. Jó. Jó? De szerintem nem. Nem? Megmérjük? Mert ez könnyebb, mint az első hal. Na, akkor jó. Mi a helyzet a sokkal? Hát képzeld el, kicsit hosszabban dobtam és beindult. Be? Az előbb Vinike fogott egyet, most meg én. De szépen hallik ez a bot. Magára talált itt a partnernek. Aha. Eddig viszonylag könnyen jött ki.
Láttuk már? Igen. Jó kis metodos pont. Most igen. Te mit csinálsz, tesóm? Neked nem engem kellene venned? De, azt akartam, csak le kellett dobjam a fényképezőt, mert elcsavarta az enyémet is, úgyhogy nagy valószínűséggel annak a halacskának a testvérét húzom, ami ott van a haltartóban. Hát igen, az, amit mondtál, most ugye velünk szembe elmentek, kicsit átdobtunk a térfélen, de én egy olyan jó 20 méterrel átdobtam a tó közepén, és onnan egyből elhúzta. Valószínűleg valamiért áthúzódtak oda a halak. Egyébként ezt láttuk is, mert szembe azért fogdossák nekünk itt leállt délután, de most hála Istennek jött megint. Az enyém közben itt van. Hát ezt nem fogjuk bemutatni. Már lefertőtlenítettem, úgyhogy gyorsan vissza is engedem. Szépen, csak el. Eliszkolt. Hagyom a merítőt az öcsémnek. Aztán viheted a botodat, dobd be. Mire én kihúzom, te ebbe is tudsz dobni. Ja, húzom a következőt. Végszóra értél ide. Itt, ahol előttem. Ezt ha ügyesebb vagyok, már elkaptam volna. Ilyenekből ma sokat fogtunk. Vinike nagyon örült neki, mert neki ezek a közepes halak tetszenek, ezekkel tud jól küzdeni. Hát szerencsére fogtunk egy-két nagyobbat is. Gyorsan vissza. Aztán fogjunk még. Gyerekek elmentek a játszótérre, úgyhogy mi most kiszórakozzuk magunkat. Végre mi is a botokhoz jutunk. Igen. Nem csak Vinike. Igen, hogyha most Vinike itt lett volna ezt a botot, ezt már kivette volna a kezemből, hogy majd ő kifárasztja. Ó, gyere csak Vinike, ha már itt vagy. Mássz át a pádon. Tessék, ezt leveszem neked. Ugyanúgy nyomd rá, hogy az előbb. Mit nyomsz rá, Vinike? Mondjad, hogy epresszózt. Epresszózt. Ebben a pillanatban jöttél vissza már megint. Mit csinálsz? Halat fárasztok. Na ne! De. Épp mondtam a Vikinek, hogy legalább egy kicsit kiszórakozzuk magunkat, fogunk egy pár halat. Visszajössz és egyből felkapod a botot? Igen. Na ne! Nem szégyeled magad? Nem. Mivel én horgászok. Ja? Az más. Mert te csak ezt fölcsalizod, meg bedobod, mert ez nekem még túl nagy. A kisbotot én dobom be. Igen? Igen. Akkor azt mondod, ez a nagyobb? Igen. A Finikének a zepresszósza. Már megint elcsavarta. Ez nem volt bent 2 percet, ez az igazi metódozás. És a túlpart felé vannak halak. Félpályán át kell dobni az a titok nyitja. Dupla kapás. Mit mondott Vinike? Double take? Vagy azt, hogy dupla kapás? Hát így nem érezzem. Most emelszik. Ezeket. Tartsad. Már nem szakít meg. Alig fér bele. Ha egy üzlet beindul, kicsit elkezdtünk átdobni a túloldal felé, mert onnan elmentek a horgászok, és halak egyből összegyűltek ott a nyugodtabb területen, és nézzétek ezt a szép 5 kiló körüli töves sikerült Vinikével együtt kifárasztanunk. Gyorsan visszaengedjük, mert közben Viki húzza a következő halat. Ha itt van egy bokor előttünk, ez azért... Ez az tesó. Ez lehet, hogy nagyobb. Ez lehet. Új. Még jó, hogy nem mértük meg. Hát ez nagyobb. Ez nagyobb. Na, mit mondott a bátyám? 5 kiló körüli a hala? Akkor ez olyan 6. Ez egy kicsivel nagyobbnak tűnik. Nekem gumikukoricára jött, sajnos a harc közben elhagytam, de azért ez is nagyon szép. Délelőtt még sokkal jobban adta ez a kétszínű gumikukorica, BCN ízesítésben.
De most délután úgy tűnik, igen, hogy jobban mennek az Airwaftersek. Úgyhogy most Airwaftersekt rakunk a másikra is. Vinike felszúrtad. Jó, elég. Jó? Nem bírom. Nem, majd én ezt megcsinálom. Ez nagyon kiszára. A másikon switch van, és az 10 perc alatt adott 3 halat. Úgyhogy most erre is Airwaftersekt rakunk, de erre a mangó. A 8 mm-es. Közben az emberes lacsolót idadott? Airwaftersekt. És hát még az öcsémnek a Fédermánia epres locsoló jön be. Nekem addig ez a hagyma ízesítésű. Gyere, tesóm! Hát ezt nem hiszem el, Lince, te már megint halat húzol? Igen. És ennek milyen jó kapása volt? Ez vitte rendesen. Ez az, amit Vince dobott be? Nem. Ez az, amit kihúztunk, és utána egy kicsivel messzebbre bedobtam, igaz, Vince? Igen. De előtte én dobtam be. Nagyon viszi. Jó. Hoppá. Kicsikéjét is viszi? Doppeltem, ott is. Kicsikéjét is viszi? Ez az. Rátaláltunk. Tesóm, nem viccel. Vinikének a hala már ott van kint a partnál, de ő annyira halat akar fogni, hogy inkább bedobja még a másikat először. Jó, az be van dobva. Akkor most fogja megmeríteni. Aztán hívom ide is, mert itt is kell. Ez bizony leakadt. Kutyafáját. Ez most az én botomról jött. Visszaengedjük? Igen. Jó, várjál csak, tedd vissza a merítőbe, várjál, alá rakom a merítőt. És tedd szépen bele, óvatosan. Ügyes, nagyon jó. És akkor ezzel visszaengedjük, jó? Mit merítővel? Hát mert a másikat már kiszállítottuk. Na mindenki, ezt a mini halat merítsed meg. Jó. Mutasd, milyen szép linál! Merítsed, Vinike, merítsed! Hát már benne van a hal! Ezt nézzétek, milyen szép spanyol pikkelyes linál tükörpont! Így gyorsan kivettem a... Vissza is engedjük! Hát, ez így... Szépen! Hát, és akkor már itt a csali! A kis... oldódó ananász! Nagy kedvencem. Megoldódik. És kicsit pirosan látszik rajta a zepres szósz. Többiek már lassan elkezdtek pakolni. Úgyhogy úgy tűnik, hogy a kilépő kispont védekezik a horgomon. Mert megint beúszik. Ez nem egyszerű. Nekem nem papír. Gyerünk, Vinike, merítsd meg, mert... Ez az. Gyakorlatilag a kiköszönő halam van a kezemben. Ezt már csak itt vettem ki belőle a horgot. Visszahelyezem a merítőbe is. Elbúcsúzunk a tereskei horgásztótól. Pápá halacska, pápá horgásztó. Így. Reméljük a merítő még megszárad. Mindig számoltad, mennyi halat fogtunk? Tiéd, ez a 8., nekem meg 11. Igen? A kutyafáját. Apának meg 2. Igen, akkor több mint 20-et? 21-et. De jó. Nem, 21. Jó. Sziasztok, véget ért a tereskei egynapos családi pecánk. A bajnok itt ül mellettem. Vinike, te fogtad a legtöbb halat, ugye? Igen. De a legnagyobbat ki fogta? Viki. Mivel? Blanka, gyere csak gyorsan azt a sárga dolgot, add csak ide nekem. Itt van. Itt van nálad? Ó, hát akkor már ide is adta. Na szóval, ez volt a nyerő csali. Láthattátok, part közelből csak egy halat sikerült fognom, de az vitte az egészet. Az 12-13 kg volt, nem mértük meg pontosan, 15 valamennyire mérlegeltük. 15 kg volt mérlegelővel együtt.
és akkor még abból le kell vonni, az még nem túl nedves mérleg előtt, az olyan 1-8-2,5 között van valahol, tehát nagyjából ilyen 12,5-13 kilós hal lehetett, nagyon jót küzdöttem vele, sajnos az ilyen nagyobb halból az volt az egyetlen, de cserébe viszont nagyon jó metodos víz ez, mert hát aki tényleg ütemre tudna horgászni, megcsinálni, az gyakorlatilag 30-40 halakat fogna. Mi mennyit fogtunk, Vinike, kiszámoltad, nem? 21. 21-et. Te mennyit fogtál belőle? 11. Az igen, hát Vinike lealázott minket. Melyik botoddal fogtad, ezt elmondtad? Néha mindegyik. Néha az apáéval, néha az enyémmel. És melyik volt a legjobb csali, amivel fogtad? Emlékszel? A két színű. Gumikukorica, mi? Fédermánia, gondoltam volna. Apának a két színű gumikukoricája. Na hát, két színű gumikukoricát, hogyha hoztak, akkor itt sikeresek lehettek. Mi van még, tesó? Mi még ide jövünk, ugye? Biztos. Nekem nagyon tetszik a hely, tényleg. Szép környezet, család, családbarát. Lehet piknikezni, sütni, főzni, nagyon finom ebédet lehet rendelni. Úgyhogy minden megvan ahhoz, hogy egy jó pecát itt véghez tudjatok vinni. Úgyhogy, ha tehetitek, gyertek ti is ide. Mi is jövünk még ide is, illetve megyünk máshova is. Tartsatok majd akkor is velünk. Sziasztok! Sziasztok!